Jó estét kívánok! 60. éve nézhetjük a világ legjobb sajtófotóit a World Press fotó tárlatáiban, vagy tárlatában, és ez az év nem csak az évszám miatt, hogy 60. a különleges, hanem itt Budapesten nem csak a legjobb fotókat, hanem valami még mást is kapunk, és hogy mit, azt most elmondja nekünk Révész Tamás, a magyarországi kiállítás kurátora. Szerbusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miben különleges a budapesti kiállítás ahhoz képest, mint ami mondjuk New Yorkban vagy Moszkvában megjelenik? Mindenképpen attól függ különleges, hogy van egy olyan kiállítás, egy kísérő kiállítás, ami sehol a világon nem létezett eddig, ami az én kezdeményezésemre jött létre Magyarországon, egy válogatás az eddigi fődíjas képekből. 28 képet látunk itt az aulából nyíló kis teremben, és ez valami egészen hihetetlen vizuális, történelmi körutazás a világban. És gondolom olyan képek is megjelennek, amelyeket mindenki ismer, mondjuk például a Tiananmen téri legendás sajtófotók egyik, amikor ugye a tank előtt áll az a fiatalember ezzel a két táskában. Így van, pont ez a csoda ebben a kiállításban, hogy az embernek déjà vu érzése van, hogy ezt én már láttam, és valóban olyan ikonikus képek, amelyek egy-egy évhez kötődnek. Tehát itt van ez a kép a pekingi tankos, de hát lehetne sorolni, a mindenki ismeri nyilván azt az Eddie Adams képet, ahol a vietnámi rendőrfőnök lelő egy vietnámit a főváros utcáján. Olyan képek jönnek vissza, amelyeknek az információja is már izgalmas, de az a különleges itt ebben a kiállításban, hogy a képek alatt nem csak a képről van szó, hanem arról is, hogy az a kép milyen világpolitikai környezetben született, hogy milyen nagy események történtek mellette, mi volt a nagy versenytárs. Csak hogy például az Eddie Adams képét említsem, ugyanabban az évben volt ugye a csehszlovákiai bevonulás. Egy fotográf, óriási vita volt a zsűriben, hogy melyik képanyagot ítéljék meg az év képének, a cseh anyagot vagy az Eddie Adamsét, és a következő évkönyvben kárpótlásul egy 11 oldalas képriport jelent meg a cseh bevonulásról. Ez mindig ekkora vita? Tehát mondjuk például ez a kép, ami idén fődíjas lett, ugye erről a párról készült, mondhatjuk festői szépségű felvétel, mindig nagy vita övezi, hogy melyik legyen az, amelyiket a zsűri kiemeli a tetején? Akárhányszor zsűri tag voltam, mindig a legnagyobb vita fődíj megadására körül forgott. Annyiban könnyebb a helyzet, hogy a fődíjas képet csak bizonyos kategóriákból lehet választani. De mondjuk azt hiszem, hogy a zsűrinek mindig az a célja, hogy egy olyan emlékezetes kép legyen, ami az évre nagyon jellemző, vagy nagyon fontos ügyről szól, nagyon erős képi megoldásokkal. És mik voltak a tavalyi, ugye ezek a tavalyi év sajtófotói, mik voltak azok az ügyek, amelyek vitték most a pénzt? Hát ha visszagondolunk az elmúlt évre, egyik legijesztőbb dolog ugye az Ebola járvány volt, közel 10 000 ember halt meg. Nagyon erős kép anyagban. Van egy török fotográfus, aki a Taksim téren készített képriportot. Nagyon erős képek. Aztán gondolom az ukrán válság. Az ukrán válságról nagyon jó képek vannak. Az egyik fődíjas kép, az egy kategória fődíjas kép az ukrán válságról készült. Migráns képek vannak, olyanok, amelyekről azt gondolhattuk annak idején, amikor láttuk a képeket, hogy hát ez valahol történik, valakiket érint, nagyon sajnáljuk őket, de utolért minket a történelem, és most már a saját bőrünkön érezzük, hogy ez mekkora probléma. Sokszor gondolkodtam azon, miközben a képeket nézegettem, hogy vajon, bocsánat, ez egy csúnya kérdés lesz, hogy mennyire van értelme fotókiállítást rendezni 2015-ben, vagy fotóversenyt rendezni, hiszen a technika olyan szinten van már, hogy amit mondjuk Robert Capa csinált, művelt annak idején, a maga időnként életlenségével, bemozdultságával, de azzal, hogy azzal a pillanattal valamifajta kapcsolatba került, az ma manapság egy picit elsikkadni látszik, hiszen a fényképezőgépek egy nyomással akár 10 képet is készítenek, tehát pont az, hogy
hogy elkapja azt a grimaszt, ahhoz már nem kell olyan nagyon jó szemű fotósnak lenni, mint annak idején. Igen, ez majdnem így igaz. Itt két dologról beszélünk, ugye, hogy egyrészt, hogy mindenki technikailag képes valamilyen szintű jó képet készíteni, másrészt a technika kérdésessé teszi, hogy utólag mennyire izgalmas egy kép, mert hogy minden információ a következő pillanatban előttünk van a Facebook, legalább a Facebookon keresztül. Az a helyzet, hogy ugyan a sajtó és különösen a fotoriporteri szakma ingoványos és nagyon egyre nehezebb, de nagyon nagy az igény a stabil, jó fotoriporteri munkára, és nagyon fontos, nagyon nagy az igény arra, hogy hiteles információ legyen, amit amatőröktől nagyon ritkán lehet megkapni. Az, hogy a tegnapi kép, meg pláne a tavalyi kép mennyire lehet izgalmas számunkra, az talán bizonyítja az, hogy az elmúlt évben 3,5 millió ember látta a WordPress fotó kiállítását, tehát van rá igény, és azért is lehet rá, én mindig azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos ez a kiállítás, mert itt egy olyan hogy is mondjam, nyugodt körülmények között nézünk szembe az izgalmakkal, mindazzal, ami számunkra a világban kérdéses és érint bennünket, hogy egészen másképp tudjuk átgondolni. Tehát a nézők, de különösen a diákoktól rengeteg olyan visszajelzés van, hogy kell a kiállítás, nagy élmény volt, és másképp gondolok, sokkal toleránsabban gondolok sok mindenre. Na ez például egy fontos kérdés, mi a helyzet a toleranciával a befogadók oldaláról, hiszen van számtalan olyan téma, ami hát akár országoknak is a politikai berendezkedését, mondjuk például a homoszexualitás és az orosz állami felfogás közötti ellentétet mutatja, és most például egy ilyen kép lett a fődíjas. Mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy köszönjük szépen, ezt a képet nem akarjuk látni? Igen, ez abszolút élő kérdés. Rengeteg helyen fordult már elő olyan probléma, hogy azt mondták bizonyos országokban, hogy ez a kép sért minket, az a fotográfus azt látni sem akarjuk, mert mondjuk éppen egy olyan viszonyban van a két ország, hogy nem akarják, és hogy vegyék le. Ebben az esetben a WordPress fotó kivonul. De ez azért szerencsére nem gyakori. És például, amikor először értesültem arról, és láttam a képet, hogy mi az, ami díjazott volt, engem meghökkentett, és én azt hiszem nem azt választottam volna. De ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az én tolerancia szintemet nem befolyásolja az, hogy egy meleg pár képét látom. De ugyanakkor meg kell értenem azt, hogy a világban ezt sok helyen üldözik, sok helyen halálra büntetik, és különösen Oroszországban ez egy nagyon kényes kérdés. Annyira, hogy például egy kiállításra meg akarták hívni a szereplőket, és amikor mindezt szervezte az illető kiállítási menedzser, akkor kiderült, hogy egyszer nem kap választ arra, hogy ezt meg tudják-e oldani, vagy sem. Hány képből válogattak a zsűritagok idén? Majdnem 100 000 képből. 100 000 képből kellett ezt a 9 kategóriát talán megtölteni? Ezt a 8 kategóriát, és gyakorlatilag itt durván 150 képet látunk. Nagyon érdekes a kiáltás idén, mert belépett egy új kategória, aminek speciál én nagyon örülök, amely az úgynevezett hosszú távú munkák értékelése, ahol például az a fotográfus, akinek a munkáját díjazták, az egy 21 éven át tartó dokumentarista munkáért kapta ezt a bizonyos díjat. Sokkal nagyobb méretű képeket látunk a Néprajzi Múzeum aulájában. Az egész levegősebb, úgy tűnik, mintha kevesebb lenne, de nem. Nagyon izgalmas a kiállítás, és nem csak azért, mert van egy nagyon fontos WordPress fotó kiállítás, hanem azért is, mert van egy nagyon izgalmas magyar bemutatkozás, a Pictorial Kollektív. Magyar, nagyon tehetséges magyar fiataloknak a bemutatkozása. Szépen köszönöm, hogy itt voltál, Sámot. Én köszönöm.